A kormány tagjainak sem tetszik a Hóman Bálint szobor ötlete, ez derült ki a zsidó közösségi kerekasztal mai ülésén. A Mazsihis szerint a kormánynak el kell érnie, hogy az egykori antiszemita oktatási miniszter ne kaphasson szobrot Magyarországon. A Sorsok Háza projekt ma nem volt téma, de a zsidó szervezet azt szeretné, ha elkészülne a tárlat pontos forgatókönyve. A zsidó intézmények biztonsági helyzetéről. Kényes témákról is szó volt a zsidó közösségi kerekasztal mai ülésén. Az oktatásról és a zsidó temetőkről szóló pontok mellett szóba került az antiszemita kijelentéséről is ismert egykori oktatási miniszter Hóman Bálint szobrának ügye is. Mind a két jelenlévő miniszter egyöntetűen jelezte, tolmácsolva a kormány valamennyi tagjának az álláspontját, hogy ők személy szerint nem tekintik Hóman Bálintot olyan példaképnek, akinek esetleg emlékművet kellene állítani. Latorcai Csaba hozzátette, a kormánytagok abban is egyetértettek, hogy Hóman Bálint megítélése nem politikai, hanem történettudományi kérdés. Heizler András, a Mazsihisz elnöke kijelentette, a kormánynak mindenképpen tennie kell annak érdekében, hogy a volt miniszter ne kaphasson szobrot. Azt is megértjük mi, hogy nem a kormány kezdeményezte ezt a Hóman Bálint szobrot, de úgy gondoljuk, hogy a kormánynak valamilyen módon, ha nem is formálisan, de felelőssége, hogy Magyarországon egy ilyen embernek ne legyen szobra. Heizler András a Sorsok Háza projekt kapcsán hozzátette, csak annyit várnak a kormánytól, mint amiben már megállapodtak, vagyis hogy a múzeum megvalósítása olyan legyen, amelyet a zsidó közösség támogatni tud. A Mazsihisz elnöke hozzátette, még mindig várják azt a forgatókönyvet, ami pontosan leírja, milyen tárlat várja a múzeum leendő látogatóit.